Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Az évek vége felé kerültem Sierra Leone-ba, üzleti kapcsolatokat építettem ki, és két rákászhajót üzemeltettem a Sierra Leone-i partokon. És így kerültem annak idején kapcsolatba az ottani vezetőséggel, többek között generál Momóval, aki annak idején Sierra Leone köztársaságnak volt a elnöke. És szóba jött, hogy a magyarországi Sierra Leone-i kapcsolat, és megemlítették, hogy már a 70-es években volt valamilyen államközi megállapodás a két ország között, de a közbeesett időben ez a kapcsolat megszakadt. És mivel Magyarország 89-ben aláírta, ratifikálta a bécsi egyezményt, ami szabályozza, hogy a konzuli és tiszteletbeli konzuli tevékenységet, adott az alkalom arra, hogy felajánlottam Sierra Leone-nak, hogy esetleg én képviselném őket Magyarországon is, ezáltal ugye egy diplomáciai kapcsolatot lehetne létrehozni, ami ilyen módon sikerrel is járt. Sajnos ugye annak idején még ennek a konzuli, tiszteletbeli konzuli, tevékenységnek Magyarországon nem volt hagyománya, ezért egy kicsit tovább tartott ennek az egész ügymenetnek a lebonyolítása. Végül is 1992. szeptemberében megkaptam annak idején az akkori magyar külügyminisztertől a működési engedélyt. Pont amikor megkaptam a kinevezésemet, akkor tört ki Sierra Leone-ban az ottani igazából nem egy polgárháború, hanem hát tulajdonképpen belső forrongások, amik ugye annak idején ugye a déli Libériának a hatására törtek ki. Úgyhogy 92-től egészen majdnem 2000-ig, hát az egyik legfőbb tevékenységem az volt, hogy a Sierra Leone-ból Magyarországra menekülteknek az ügyével foglalkoztam, de természetesen azért Sierra Leone-ben, tehát nem az egész országra kiterjedő volt ez a nyugtalanság, úgyhogy Freetownban még egy jó ideig, egészen 97 vagy 98-ig lehetett együttműködni. Több magyar is ment le annak idején, hát a legtöbbje főleg ugye a gyémántbányászatban volt érdekelve, még az aranybányászatban. Én személyesen is többször jártam ott ez alatt az idő alatt. Az ország nyitott bármilyen befektető részére, és igazából ez egy olyan dolog, hogy gyémántot bányászni, vagy aranyat, ez egy kaland, ez egy kockázat természetesen. Lehet nagyon sikeres, és lehet épp úgy hosszú időn belül csak egy befektetés, visszatérítés nélkül. Több magyar cég működik lent Sierra Leone-ban, többek között szoftverfejlesztésben, kommunikációs rendszereknek az üzemeltetésében. Két magyar dolgozik az ottani kinti pénzügyminisztériumban tanácsadóként. A telefontársaságokkal kapcsolatos ilyen díjbeszedő rendszerrel működtetnek. Ezen túlmenően lakásépítéssel, útépítéssel kapcsolatosan már több magyarnak tettem lehetővé azt, hogy ott részt vegyen az ottani munkákban, többek között az Európai Uniónak a finanszírozásával kapcsolatosan ellenőrző munkákat végeznek. Tehát elég sok a mozgalom. Én évente 50-60 vízumot állítok ki, és ez nem minden a magyar részére nálam. Van, akinek, aki már gyakrabban jár ki, az kint kér egy tartózkodási engedélyt, és akkor már nem jön hozzám, tehát nem tudok mindig róla. Valaki Magyarországról elmegy egy ilyen távoli országba, amiről igazából nagyon sokat nem írnak a sajtóban. Tőlem kér először információt az ottani biztonsági helyzetről, a lakosságról, a lehetőségekről, adó, stb. Tehát minden, ami ilyen üzleti befektetéssel kapcsolatos, amit én nagyon szívesen meg is teszek, és nyilván egy reális képet mutatok az országról, aki ennek ellenére mégis oda megy, az valószínű tudja, hogy mi vár rá. Tehát nem éri meglepetés ilyen értelemben. Nagyon jó az ottani
cégalapítási struktúra. Egy ponton a minisztériumban minden papírt el lehet intézni, tehát igazából nagyon megkönnyítik a külföldi beruházóknak a cégalapítási folyamatát, és azon kívül pedig egy olyan ország, ahol mindenre szükség van. Tehát bármilyen vállalkozásba kezd az ember, nem lehet nem sikeres, ha megfelelő módon közelítik meg. Nyilván egy kis tőke kell hozzá, tehát arra nem lehet számítani, hogy Sierra Leone-i vállalatok finanszírozzák meg az én üzletemet, de ha az ember már ott van, akkor gyakorlatilag minden vállalkozás sikeres lehet. Volt 9 évig tombolt ugye ez a belső nyugtalanság, lövöldözések és az egyéb dolgok, amikre most nem akarok részletesen kitérni. Ennek ma a Magyarország vagy Sierra Leone-ban nyoma sincs. Az emberek belefáradtak ebbe az állandóan napi harcba, küzdelembe. Sierra Leone-i nép az nem egy küzdő típusú nép, se előtte, se utána, tehát mielőtt 92-ben elkezdődött ez a belső forrongás, a Sierra Leone köztársaság alapításától számítva soha nem volt egyetlen egy felkelés, nem volt semmiféle harc, vagy fegyveres rablás, vagy valami hasonló, amit elriasztaná a külföldieket, és azóta sincs. Tehát teljesen megbékélt az ország. Annak idén 20 ezer ENSZ katona bevonult az országba 2002-ben, lefegyverezték az egész lakosságot, és azóta olyan nyugalom van. Én úgy érzem, hogy a biztonság szempontjából Magyarországhoz hasonló szintű, tehát nem kell attól félni, hogy az embert megtámadják, soha nem hallottam még, hogy bármilyen magyarot inzultáltak volna, vagy bármilyen módon a biztonságot, az ember a saját biztonságától félteni kellett volna. Nyugodtan lehet menni oda bármikor. Néhány évvel ezelőtt, amikor bezárták az egyetlen tulajdonképpen szubszaharai nagykövetséget Nigériában, az most újra megnyitásra került, ma a konzulátus működik, és ahogy látom, most a külügyminisztérium nagyon komolyan veszi ezt az afrikai témát. Nemrég volt két héttel ezelőtt Wintermantel államtitkárhelyettes úr meghívta az összes afrikai tiszteletbeli konzult egy munkareggelire, ami nagyon sikeres volt és nagyon hatékony. Egyértelműen látszik, hogy a Magyar Külügyminisztérium próbálja ezeket a régi kapcsolatokat frissíteni, és nagyon nagy örömmel dolgozik a tiszteletbeli konzulokkal együttműködésben. Ugye nagyon sok terhet és munkát tudunk levenni így a magyar hatóságoknak, vagy a külügyminisztériumnak a kezéből, mert már mindegyikünk ugye több éves tapasztalattal rendelkezik, és én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés ez nagyon pozitív lesz.